Az 1,4 literes közvetlen benzinbefecskendezéses 77 kW-os FSI motor az EA111-es motorsorozathoz tartozik. A benzin közvetlen befecskendezésével a hengerbe a fogyasztás maximum 15%-kal csökkenthető. A közvetlen benzinbefecskendezés mellett a motor automatikusan homogén és FSI üzemmód között váltogat. Az FSI a Fuel Stratified Injection rövidítése. FSI üzemben a motor rétegezett töltéssel működik, ezzel a károsanyag kibocsátás és a fogyasztás tovább csökkenthető. A rétegezett töltéses üzemmódnak csak alacsony fordulatszámnál és kis nyomatékleadásnál van előnye. Ezért más üzemi körülmények között a motor ismét homogén keverékképzéssel dolgozik. A két FSI videófilm közül ez, az első, az FSI motor technológiájával foglalkozik és két részből áll. Az első rész bemutatja a motor konstrukciót és a mechanikai újdonságokat. A második rész a motor üzemmódjaival és a keverékképzés elméletével foglalkozik. A második film ismerteti a motorvezérlést, a kipufogó gáztisztító rendszereket és bemutatja az FSI motor néhány diagnosztikai funkcióját. További információkat a 252-es és a 253-as tankönyvben talál. Első rész, a motorkonstrukció és mechanikai újdonságok. Az új 1,4 literes motor 99,5 kg tömegével a legkönnyebbek közé tartozik. Két felső vezérműtengelye hengerenként 4 szelepet működtet, és a szívószelepek vezérműtengelye fokozat nélkül állítható. A motornak elektronikus vezérlésű, vízzel melegített folytószelepegysége, elektromos kipufogógáz visszavezető szelepe, és elektronikus szabályozású hűtőrendszere van. A motort 98 oktán számú benzinre tervezték, de a lehetséges legnagyobb megtakarítást 99 oktános kénmentes benzinnel éri el az FSI. Lehet 95 oktán számú benzinnel is közlekedni, de ekkor nagyobb a fogyasztás, kisebb a teljesítmény és a forgatónyomaték. Az FSI motor a lupóban teljesíti az Euro 4-es kipufogógáz előírást, és az MVG norma szerint csak 4,9 litert fogyaszt 100 kilométerre. A lupó 3L-hez hasonlóan a lupó FSI is eco vagy normál módban is vezethető. Normál módban a motor 77 kW-ot is tud teljesíteni, legnagyobb forgatónyomaték a 130 Nm. Eco üzemmódban a motorfordulatszám 4000-re korlátozott, és a teljes terhelési befecskendezett mennyiség is kisebb. Így a motor legnagyobb teljesítménye 51 kW-ra, forgatónyomatéka 125 Nm-re csökken. A katalizátor üzemi hőmérsékletének fenntartása érdekében a 3 literes lupótól eltérően az autó megállásakor a motor nem áll le automatikusan. A
A maximális tolóüzemi lekapcsolás elérése érdekében tolóüzemben a sebességváltó nem kapcsolódik szét a motortól. A motor lökete 75,6 mm, furata 76,5 mm. Így a motor furat löket aránya 0,988 ezred, sűrítési aránya 11,5 az 1-hez. A relatív nagy sűrítési arány is javítja a motor hatásfokát. Új ennél a motornál a kétrészes, alumínium présöntésű szívócső. Az alsó részben van 4 állítható terelőlap, az úgynevezett szívócső terelőlap. A szívócső felső részében van egy vákumtároló, amelynek segítségével a terelőlapokat lehet működtetni, és így befolyásolni a levegőáramlást a hengerekbe. A kipufogógáz visszavezető szelep elektromos működtetésű. Ha kinyit, ezen az összekötőcsövön keresztül kipufogógázt vezet a szívócsőbe. A hengerblokk alumínium présöntésű. A szokásos öntött vas hengerpersejek helyett a hengerek felületére plazma réteget juttatnak. A plazmaréteg felvitele olyan eljárás, amelynél 11.700 Celsius fokos elektromos ívvel, molibdénből és ötvözött acélból álló port fújnak a felületre. Amikor ez lehűl, a hengerfelülethez nagyon jól kötődő réteg jön létre. A plazma réteg csak 85 ezred milliméter vastag. Ezzel súlyt lehet megtakarítani, és a rákötött réteg a blokk felmelegedésénél azzal együtt tágul. Ezzel elkerülhető a légrés a különböző anyagok között, és biztosítható a jó hőátadás. A jó hőátadásnak köszönhetően rövidebbek lehetnek a hűtőcsatornák. Ez lehetővé teszi a hengerfal és a blokk jobb összekötését, így a motor sokkal merevebb lesz. A plazmaréteg további előnye a hengerfelület hónolásánál jelentkezik. Az öntött vas hengerpersely hónolásánál diagonális karcokból álló háló keletkezik. Ez tárolja az olajat, és így biztosítható a megfelelő kenés. A plazmaréteges henger hónolásánál a henger felületén kis mélyedések keletkeznek. Ezeknek a mélyedéseknek az a nagy előnyük, hogy amikor a dugattyúgyűrű elhalad felettük, az olajat magukban tartják, és így az nyomás alá kerül. A kialakuló ellennyomás hat a dugattyúgyűrűre, így az olajpárnán siklik. Ez az úgynevezett hidrodinamikus kenés a surlódás és a kopás jelentős csökkenéséhez vezet. Figyelem! A hengert nem szabad fúrni. Ennek a motornak különleges dugattyúi vannak. A dugattyú fenékben két mélyedést alakítottak ki. Az egyik az úgynevezett tüzelőanyag mélyedés, amely a befecskendezett benzint a gyújtógyertya irányába tereli. A másik az úgynevezett áramlási mélyedés, ez a beszívott levegőt úgy tereli felfelé, hogy az keveredjen a benzinnel, és a gyújtógyertya közelében keverékfelhő alakuljon ki.
2000-es póló 92 kW-os 4-hengeres motorjától átvették a fokozat nélküli szívó vezérműtengely állítást. Az állítási tartomány 40 fok forgattyú szög a korai irányba. Ez javítja a nyomatékleadást, növeli a csúcs teljesítményt és javítja a belső kipufogó gáz visszavezetést. Az állítást a vezérműtengely állító egység végzi, amely a szívó bütykös tengely meghajtó kerekével egy egységet alkot. Az állítóban két kamra van, egy a korai, egy pedig a késői irányú állításhoz. A korai irányú állításhoz a motorolajat bevezetik az állító kamrába, ahol az eltolja a dugattyút és egyidejűleg összenyomja a főrugót. A késői irányú állításhoz az olajat másfelé kell vezetni. Ekkor az a rugóerővel együtt elnyomja a dugattyút a késői irányba. Ha nincs olajnyomás az állítóban, akkor a rugó a dugattyút a késői irányba nyomja. Ez az alapállás. Nézzük meg, hogyan alakul át a dugattyú tengelyirányú mozgása vezérműtengely állító forgómozgássá. Miközben a dugattyú előre és hátra mozog, elfordul egy ferdefogazáson, és ezzel elfordítja a vezérműtengelyt a meghajtókerékhez viszonyítva. A ferdefogazással előidézett vezérműtengely elfordítás megváltoztatja a szívó vezérlési időket. A kamrákba beáramló olaj útját szabályozó mágnes szelepet a motorelektronika vezérli kitöltési tényezős jellel. Ahogy már említettük, a fokozat nélküli szívó vezérműtengely állítás az eddigi motorokon is volt már. Ami új, az a beállító szerszám. Ezt az új peremes rögzítőt a következőképpen kell használni a vezérműtengely állító beépítésénél. Először is rögzíteni kell a vezérműtengely állítót a központi csavarral. Ebben a munkalépésben a csavart csak kézzel kell becsavarni annyira, hogy az állító a tengelyen még elforgatható legyen. Ezután le kell szerelni a nagynyomású szivattyút, ami a hengerfej másik végén van. Most elővigyázatosan be kell szerelni a rögzítőperemet, arra figyelve, hogy a rögzítőcsap és a horony a furaton és a borda a vezérműtengelyen jól álljon. Fordítsa el a bütykös tengelyt addig, hogy a szerszámon lévő furatok és a vezérműtengely házán lévő furatok egybeessenek. A rögzítőperemet két M6x15-ös csavarral rögzítse, és a csavarokat 10 Nm-rel húzza meg. A motor másik oldalán fordítsa el a vezérműtengely állítót annyira, hogy a vezető furata a bütykös tengely házának furatával fedésben legyen. Most be lehet tenni a rögzítőcsapot és húzza meg a központi csavart. Kövesse a javítási utasításban leírtakat. Már említettük, hogy a szívócső két részből áll. A kisebb alsó részben 4 szívócső terelőlap van. Az alsó rész felszerelésénél figyelni kell arra, hogy a terelőlapok ne szoruljanak a hengerfejnél. Ajánlatos a csappantyúkat kissé mozgatni, amikor a szívócsövet szerelik fel a hengerfejre. De nem szabad nagyon megnyitni, mert akkor belecsúszhatnak a szívócső felső részébe.
A terelőlapoknak az alsó szívó csatornába kell bemenniük, és zavartalanul mozogniuk kell. Az elektronikus szabályozású hűtőrendszer tovább javítja a motor hatásfokát. A hűtőrendszer hagyományos feladata, hogy a motor hűtőfolyadékát 85-90 Celsius fokon tartsa. A motor nagy terhelésénél ez ideális. Kis motor terhelésnél az ideális hűtőfolyadék hőmérséklet azonban 105-110 Celsius fok. Az elektronikus szabályozású hűtőrendszernél a motorvezérlés a hűtőfolyadék és a hűtő kimenet hőmérsékletét is figyeli. Ennek megfelelően állítja az elektronikus működtetésű termosztátot, amelyet árammal szabályoz. Így lehet a termosztát segítségével a hűtőben a folyadék mozgását úgy szabályozni, hogy a hűtőközeg hőmérséklete minden terhelési állapothoz optimális legyen. Gondoljanak arra a kiépített motoron végzett szerelési munkáknál, hogy az agregátot a motortartóban egy kiegészítő tartóval biztosan rögzítsék. Most állítsák meg a szalagot és válaszolják meg a munkafüzet kérdéseit. Második rész. A motor üzemmódjai és a keverékképzés elmélete. Keverékképzés és égés alatt azt a folyamatot értjük, amikor a levegő és a tüzelőanyag összekeveredik, elég és átalakul energiává. Két keverékképzési eljárás van, a homogén és a rétegezett töltés létrehozása. A benzinmotorok hagyományosan homogén keverékképzéssel működnek. Ez azt jelenti, hogy a levegő benzin keverék az egész hengerben egyenletesen oszlik el. A tüzelőanyagot a szívócsőbe fecskendezik, ahol keveredik a beszívott levegővel. A levegő és a tüzelőanyag tömegaránya 14,75 az 1-hez. Ezt a keveréket sűríti azután a motor, és gyújtja meg. A rétegezett feltöltés a dízeltechnika módszere. Ennél a hajtóanyagot egy kamrába juttatják, ahol összekeveredik a pontosan kiszámított mennyiségű levegővel. A gázolaj rögtön a befecskendezéskor meggyullad, és így az egész keverék rögtön elég. De csak a henger közepén van egy gyulladóképes, úgynevezett keverékfelhő. Az égéstér peremén a levegőben nincs tüzelőanyag, és ezért szigeteli az égő keverékfelhőt a hengerfaltól. Így a hő nagyobb része alakul át energiává ahelyett, hogy távozna a hűtőrendszerbe. Ezen kívül a levegő részarány összesen nagyobb, ezért a réteges töltés egyértelmű előnyöket nyújt a fogyasztásban és a káros anyag kibocsátásban. Ez az eljárás azonban a benzinmotornál teljes egészében nem alkalmazható, mert nagyobb motorterhelésnél dúsabb keverék szükséges, és az égés stabilitása nagyobb fordulatszámoknál romlik, ha nem dúsítunk. Ennek ellenére a réteges töltés emissziós és fogyasztásbeli előnyei alacsony motorfordulatszámnál és terhelésnél jelentősek. A motor fejlesztésének köszönhetően mindkét üzemmódot alkalmazza, de ennek ellenére a fogyasztás és emissziós előnyök érzékelhetők. Nézzük meg, hogyan lehetséges ez. Például a motor égéstere egészen másképp néz ki. A befecskendező szelep a szívószelep alatt van, és a benzint közvetlenül az égéstérbe juttatja. Így tud a motor mindegyik üzemállapotban működni. A dugattyú tetőben egy tüzelőanyag és egy áramlási mélyedést alakítottak ki. A tüzelőanyag mélyedés a befecskendezett benzint a gyújtógyertyához vezeti.
Az áramlási mélyedés segítségével a beszívott levegő szintén a gyújtógyertyához kerül, és ott keveredik a benzinnel. Így keletkezik jó gyulladóképes keverék a gyújtógyertya közelében. A szívócső előtt van a folytószelep vezérlő egység. A szívócső alsó részében 4 szívócső csappantyú van. A szívócsőbe beöntve egy lemez található, amely elosztja a szívócsöveket felső és alsó csatornára. Ha működtetik a szívócső terelőlapot, akkor az becsukja az alsó csatornát. Most nézzük meg, hogy réteges töltésű üzemmódban hogyan történik a keverékképzés. A réteges töltésű üzemben a folytószelep a lehető legnagyobb mértékben nyitva van, hogy a folytási veszteségek kisebbek legyenek. Ekkor a szívócső terelőlap elzárja az alsó csatornát. Ezért felgyorsul a beszívott levegő, és a szívószelep felső pereme mellett beáramlik az égéstérbe henger formájú, tumble-nak nevezett mozgással. A felfelé haladó dugattyú áramlási mélyedése felerősíti ezt az örvénylést. Amikor a dugattyú a sűrítési ütem utolsó harmadába ér, megtörténik a benzin befecskendezése. A benzinsugár a tüzelőanyag mélyedésbe kerül, és onnan a gyújtógyertyához, ahol elkeveredik az örvénylő levegővel. Így lesz a benzinlevegő keverékből jól gyulladó keverékfelhő a gyújtógyertya közelében. Ezt a keverékfelhőt levegő és visszavezetett kipufogógáz veszi körül. Ezzel az egész égéstérre vonatkoztatva a lambda érték 1,6 és 3 között van. Ez a rétegezett töltésnek nevezett keverékfelhő most meggyullad, és az égés a gyújtógyertya alatt történik. Már említettük, hogy rétegezett töltésű üzemben a folytószelep szinte teljesen nyitva van. A motor teljesítményét a dízelmotorhoz hasonlóan a befecskendezett benzin mennyisége határozza meg. Ezért homogén üzemre átkapcsolásnál a folytószelepet úgy kell átállítani, hogy az megfeleljen a gázpedálállásnak. A hengerfejben az alsó szívócsatorna továbbra is zárva marad. Ez jó hatással van a keverékképzésre. Tovább növekvő terhelésnél és fordulatszámnál a motor több levegőt igényel, és ekkor nyitja a szívócső terelőlap az alsó csatornát. A befecskendezés már a szívóütemben megtörténik, a benzin homogén keveréket alkotva egyenletesen összekeveredik az egész hengerben a beszívott levegővel. A sűrítési ütem alatt a levegő tovább keveredik a benzinnel, és a vezérlőegység röviddel a felső holdpont előtt meggyújtja a keveréket. Az átkapcsolás homogénről rétegezett töltésű üzemmódra olyan lágy, hogy a vezető észre sem veszi. A rétegezett töltésű üzemmód feltételei a következők. A motor az alsó fordulatszám és terhelési tartományban dolgozzon. A hűtőfolyadék hőmérséklete 50 Celsius fok fölött legyen. A nitrogénoxid tároló hőmérséklete 250 és 500 Celsius fok között legyen. A szívócső terelőlapoknak zárva kell lenni. A motor elektronikában nem lehet a kipufogógáz károsanyag tartalmát befolyásoló hiba. A közvetlen befecskendezésű benzinmotorok fejlesztése felgyorsul a jövőben, hogy a fogyasztás és a károsanyag kibocsátás tovább csökkenjen. Kérem, most állítsák meg a szalagot, és válaszolják meg a munkafüzet ide vonatkozó részének kérdéseit.